Hát nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Tegyük a helyre mai epizódjánál, és hogyha megnéztük a mai posztot, akkor azt szerepelt benne alcímként, hogy Mummies in Christ. És hát joggal vetődhetve a kérdés, hogy akkor ez mit is takar ez a cím. Hát nyilván kitalálható, hogy Mummies in Christ, anyukák Krisztusban, de mégis hogy kerül ez ide most ehhez a női adáshoz. Itt jegyzem meg, hogy valóban ez egy női adás lesz újból, és megkérjük a férfiakat, hogy most ne rohanjanak ki a nappaliból a kertbe kapálni, hanem adjanak esélyt arra, hogy esetleg ők is kaphatnak ezen az estén valamit. Szerintem nagyon fontos, hogy a két nem minél többet tudjon meg egymásról, és ez egy jó lehetőség lesz ma itt erre. Hogy miről fogunk beszélgetni? A Mummies in Christ az egy zárt Facebook csoport, de nem akarok nagyon előre szaladni, majd kifejtjük, hogy mi is ez tulajdonképpen, és hogy lehet esetleg ebbe bekerülni. De amit már mondtam, ez egy Facebook csoport, és fogjuk latolgatni ezt a kérdést, hogy egyáltalán szükség van arra, hogy így specializálódva keresztény Facebook csoportok jöjjenek létre. Ha szükség van rá, akkor vajon miért? Miért jó ez nekünk? Mit kamatoztathatunk belőle? Miért jó egy ilyen kapcsolódás? És ilyesmi kérdésekre keressük majd a válaszokat, meg még egyebekre is. És most akkor fogadják szeretettel a mai vendégeimet. Innen sorolom dr. Csernel Ági Gigi, Balázsné Valek Timi, és Gyarakiné Tirza. Hát Tirzát és Gigit már láthattuk ebben az adásban. Megmondom őszintén, azért kerültek most ők megint be ebbe a Pixisbe, mert szorosan kapcsolódnak ehhez a csoporthoz, majd mindenre fény derül mindjárt. Tehát őnekik már nem is nagyon kell bemutatkozni, de azért én mégis azt kérem tőletek mindannyiótoktól, hogy röviden, a nulladik kérdésként pár szót mondjatok magatokról, hogy még az is megismerjen, aki esetleg az előző adást nem látta. Gigi kezdette? Jó, rendben. Én Gigi vagyok. Van egy kisfiunk, férjem Bálint, Budapesten élünk, és a BPA-ba járunk már egy ideje. A második gyermekünket várjuk májusra, aki a kisfiunk után most egy kislányka lesz. Gratulálunk! Úgyhogy köszönjük szépen! Jól bírod a terhességet egyébként? Hát ez most nehezebb, mint a Dániellel, de nem panaszkodom. Hál' Istennek minden rendben van vele, velünk, úgyhogy izgalommal várjuk a májust, ami már mindjárt itt van, úgyhogy nagyon izgalmas. Timi, rólad mit tudhatunk? Én az esztergomi gyülekezetbe járok, újszövetségi gyülekezetbe, a férjem Palász Szilárd, és nekünk két kislányunk van, 3 és 6 éves, Hanna és Léna. Most kezdtem visszamenni a munkahelyre, úgyhogy most ez egy nagy váltás nálunk. Az biztos. Majd lehet, hogy erről is beszélhetsz egy pár szót tapasztalatokról. Körülbelül most ennyi az elején, aztán majd? Igen. Oké, és Tirza. Hát én Tirza vagyok. Az előző adás óta nekem is lett egy újabb pocakban lakógyermekem, úgyhogy férjemmel Dávid. Köszönöm. A férjemmel Dáviddal 10 éve vagyunk házasok, és ő már a 4. gyermekünk, úgyhogy 3 gyerek van otthon, 1 6, 1 4 és 1 lassan 2 éves. Mindenkinek nálunk is május-júniusban van a szülőnapja, úgyhogy majdnem 6 és majdnem 4 és majdnem 2. És 2 lányunk van, 1 fiunk, és most újra kislányt várunk, és én így az elmúlt években teljes állású édesanyaként vagyok otthon velük, és a BPA-ba járunk mi is most már lassan 7 vagy 8 éve. Szuper. Úgy. Igen, hát azért veled már többször találkozhattunk itt is, meg úgy egyébként is. No hát, az én műsoraimban mindig egy ilyen villámkérdéssorral kezdek azért, hogy könnyebb legyen aztán megszólalni, de már szerintem ezen már egyébként most meg is tört a jég, tehát már megszólaltatok, de azért hagyjuk a villámkérdések. Kezdjük akkor ott Tirzánál mondjuk. Jó. Legyen így. Nincs idő gondolkodni, tényleg a legspontánabb, leghirtelenebb jött válasz az, ami ér. Jó? Tej vagy tea? Tea. Reggel vagy este? Este. Hosszú vagy rövid haj? Hosszú. De egyébként nem szereted, csak hosszú van. Elvittelek. Nem, én hosszú. A rövidet nem szeretem. Okay. Vagy nekem valahogy nehezebb. Mindig hosszú hajam volt. Jó. Popcorn vagy sós mogyorú? Popcorn. Camping vagy hotel? Hotel. Tél vagy nyár? Nyár. Matek vagy földrajz? Matek. Gitár vagy zongora? Gitár. Zuhany vagy fürdés? Zuhany. És Android vagy Macintosh? Macintosh. Oké. Okay. Na, vehetünk Timivel tovább?
Igen. Akkor a középső blokkom. Pöttyös vagy csíkos? Csíkos. Bőrdzseki vagy farmerdzseki? Farmer. Pizza vagy hamburger? Pizza. Nyomtatott fotó vagy digitális tár? Digitális. Padlófűtés vagy radiátor? Padlófűtés. Fagyi vagy gumicukor? Fagyi. Bor vagy sör? Bor. Gumis lepedő vagy hagyományos? Gumis. Színes vagy fehér falak? Fehér. Balett vagy opera? Balett. Wow. Jól van. Gigi? Matchbox vagy Barbie? Jaj. Hát Matchbox. Az jó. Én is ilyen gyerek voltam, nekem pisztolyom volt egy baba helyen. Igen. Igen. Hóvirág vagy narcisz? Hóvirág. Fotel vagy kanapé? Fotel. Kő vagy fa? Fa. Arany vagy ezüst? Ezüst. Rakott krumpli vagy húsleves? Rakott krumpli. Petőfi vagy Radnóti? Radnóti. Kispárna vagy nagypárna? Kispárna. Bubis víz vagy mentes? Mentes. És színház vagy mozi? Mozi. Legyen. Na, jól van. Na, szerintem már kellőképpen feloldódott mindenki, és nagyon sok értékes információt tudott meg a lányokról. Igen. Jó, még egy ilyen nulladik vagy mínusz egyedik kérdés, amit tudom, hogy nagyon-nagyon tág és nagyon nehéz megválaszolni. Úgyis tegnap volt nőnap. Miért jó nőnek lenni? Miért jó nektek nőnek lenni? Tudom, hogy nehéz egy kompakt választal ezt kifejezni, de mégis, hogyha mondjuk az első három pontot így föl lehetne sorolni, hogy mitől érzed te jól magad a bőrödbe azért, mert nő vagy. Ha valaki már kész a válaszsal, akkor már el is kezdheti. Érdekes, mert hogyha mondjuk erre 6-7 évvel ezelőtt kell válaszolnom, vagy 8, akkor teljesen mást válaszolnék, mint amit most. Azt a választ is szívesen meghallgatjuk. Nekem, és nyilván az adáshoz kapcsolódik, és kicsit közhelyes is, de nekem a női létnek az egyik legnagyobb pozitívuma, vagy számomra értéke az, hogy az anyaság lehetőségét magában hordozza. Tehát, hogy ezt a kincset, ezt a csodát átélheti az ember, és számomra a nőiesség teljesen össze, nagyon-nagyon szorosan összefonódott az anyasággal, és leginkább ez, hogy az a kiváltság, hogy édesanya lehetek. Oké, hagyj legyek egy kicsit provokatív, nyugodtan. Mert ugye 7-8 évvel ezelőtt még úgy voltál nő. Igen. És tegyük föl, hogy akkor is örültél neki, hogy nő vagy, és akkor Igen. Miben tudtad megtalálni ezt a boldogságot? Hát, akkor nehezen találtam meg benne a boldogságot, inkább ezt mondom. Ez nagyon érdekes válasz. Már-már meghökkentő. Igen. De tényleg, úgyhogy... de elfogadom, abszolút. Igen, nekem az identitás keresésemben egy... A nőiességemben én nagyon sokáig nagyon magabizonytalan voltam, annak ellenére, hogy nagyon fiatalon házasodtam, és nekem a házasságunkban kezdett el úgy igazán értékkel megtelni az, hogy én nő vagyok. És nem csak a hátrányokat láttam benne. Érdekes. Mert leginkább azt láttam, hogy mi az, ami amiatt, hogy nő vagyok, mi az, ami miatt, vagy amiért kevesebbet kapok, vagy nehezebb helyzetben vagyok a férfiakkal, fiúkkal, hogyan boldogulhatok jól az életben nőként, és hogy ez mennyiben nehezítettebb pálya, mint hogyha ezt fiúként kellene végigcsinálnom. Aztán azóta nyilván megházasodtunk, vannak gyerekeink, és nem lennék férfi. Ja. Most így jobban belelátok a másik oldalba is, ezért nem cserélnék velük, de nekem az anyasággal jött meg az, hogy egyébként elkezdtem élvezni, és szeretni azt, hogy nő vagyok. Hát ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy ez is így megtörtént, megvalósult. Igen. Timi vagy Gigi? Nekem ugyanez, tehát tényleg. Hogy nekem is az identitásra függ össze, az, hogy korábban nem voltam elégedett önmagammal, ugye a környezetben is ezt láttam, hogy azért a nők hajlamosak erre, és egyszerűen sokszor gondoltam azt, hogy férfiként sokkal egyszerűbb lenne. És most is ezt látom, hogy minden férfi szerintem abszolút elégedett magával, tök mindegy, hogy néz ki. Szerintem legalább sokkal Na most jobb mentek az kikapálni a fiúk. Sokkal nagyobb, és szerintem egészségesebb az önbizalmuk. És én ezzel gyerekként, meg fiatalon nagyon sokat küszködtem.
és a megtérésem után vált az identitásom olyan egészséges mederbe, hogy azt tudtam mondani, hogy tényleg szeretek nőnek lenni. És nekem is így a házasság az meg még tovább növelte ezt, és tényleg az anyaságban bontakozott ki az egész. Giki, te tudsz az anyaságon kívüli boldogság nekem ez valahogy pont fordítva, mármint nem fordítva, mert így anyaként is megtalálom így a nőiességet, csak nekem pont, hogy én mindig is már, ezt nem mondom, nem voltam így feminista vagy ilyesmi, de hogy azért mi úgy nevelkedtünk, hogy hárman vagyunk lánytestvérek, borzasztóan fel voltunk mindig emelve, mi voltunk a csodaszépek, az okosak, a gyönyörűek, a minden, a hercegnők, és ez tök jó dolog, a szobámban volt a tükrömön egy ilyen matrica, amire az volt írva, hogy thank God I'm a woman, és ezt komolyan is gondoltam, hogy hálás vagyok Istennek azért, hogy nő vagyok, nyilván zárójelben, hogy nem férfi. Szóval, hogy én ennek így mindig örültem, meg annak ellenére, hogy szerintem azért bizonyos aspektusból volt bennem fiúság, tehát, hogy nem tudom, matchbox. Szerettem a ilyen matchbox, meg távirányítós autót, nem tudom, hány évesen már kaptunk, meg biztos azért babáztam is, meg ilyesmi, de hogy így tiniként is inkább, nem tudom, így a motorozás érdekelt, meg ilyesmi. Ilyen vagányabb dolgok, de mégis, hogy így a nőiességben, nem tudom, én így boldog voltam, azt nem mondom, hogy elégedett voltam magammal, mert mindig 5 évvel később vagyok elégedett az akkori önmagammal, és most is mindig figyelmeztetem magamat, hogy nem ár, hogy majd visszanézek 2-3 év múlva a jelenlegi önmagamra, és akkor fogom azt mondani, hogy fú, akkor mennyire jól néztem ki, meg hogy hú, de milyen jó volt, szóval az aktuális helyzetet. Aha. Meg kell tanulni értékelni, szerintem. De hogy nekem így egy kicsit gondot okozott egyébként, hogy így anyaság után elfogadni, hogy vannak dolgok, amik így nem nem változtathatók már vissza, vagy nincs is úgy időm rá, ugye, hogy hosszú távfutással én rengeteg időt töltöttem most így kisgyermek mellett, meg ugye nehezített is volt a pálya, mert ugye császárral jött világra az első gyermekem, abból sem ment annyira zökkenőmentesen a felépülés, hogy az ember elképzelni, hogy akkor már 10 hetes gyerekkel én már majd ott futok, és akkor tolom a babakocsiba az alvó gyermekemet. Szóval egy kicsit ezek nekem nehezebbek voltak. És akkor abban úgy keresnem kellett önmagamat, mondjuk a férjem nagyon támogató, meg ilyesmi, de hogy én meg egy kicsit a másik oldal vagyok, hogy ebben is meg kell találni önmagunkat. Uh-huh. Igen, újra. Egyébként tapasztaljátok azt, hogy az anyává válási kedv az egy kicsit meg van csappanva, szerintem tapasztaljuk mindannyian. Ha valaki úgy nézi ezt a műsort, hogy vacillál, tehát szeretné is, meg nem, akkor mi az, amivel tudnátok bátorítani a döntéshozatalban? Miért sokkal jobb, ha anyává válhat egy ember, egy nő? Ez azért vicces, mert egyébként nekem mielőtt gyerekem lettek, annyira nem vágytam az anyaságra sem. Tehát, hogy valahogy azt éreztem, hogy nyilván az embernek, vagy lánygyerekként az a cél, hogy férhez tudjál menni, mert az értékedet meghatározza, hogyha sikerül ezt a projektet véghez vinni, és valaki elvesz feleségül. Ez volt a nagy, legalábbis keresztény körökben sokszor érzem azt, hogy ez egy nagy nyomás a lányokon, hogy na, ki mikor talál férjet, és ez egy tök nehéz dolog. És megvolt a férj, és utána, ahogy elindult a házasságunk, akkor jöttek elő bennem egyáltalán az igény, hogy igen, akkor nem csak azért szeretnék gyereket, mert ez így az életszerű, vagy ez a normális, vagy ez a következő lépcső, hanem azért, mert vágyok is rá. És sose tudtam egyébként elképzelni, hogy milyen lehet édesanyának lenni, vagy mi az, amit a gyerekünk adhat nekünk, de az a fajta... Az a fajta feltétel nélküli szeretet, amit megtapasztaltam az első gyerekem megszületésénél, reflektálva az összes önértékelési problémámra, és mindennel együtt az felfoghatatlan volt. Úgyhogy... Nagyon jó.
más kedvcsinálás. Mindjárt egy pityergőt rálálok. Erre majd jó, oké. Vagyunk, nekünk lehet. Hát mi meg együttérzésből. Na igen, szerintem itt most ezt folytatnánk is. Térjünk rá erre a mamizinkrás csoportra. Tulajdonképpen mi ez is? Ki hol találja meg? Ugye mondtam, ez egy zárt csoport. Ezt nem lehet csak úgy megtalálni. Na jó, elé megyek. Nem lesz titok, hogy itt a mellettem ülő Gigi volt az, aki ennek a szó szerint szülőanyja. Nem sokára szülőanyja. Szóval engem egyszer felcsörgött telefonon, emlékszem, és nem olyan röviddel ezelőtt, és akkor megkérdezett, hogy lesz egy ilyen csoport, de majd mindjárt ezt elmondod, és hogy nem lennék egy admin, és akkor én úgy, derült égbe a villámcsapás, milyen? Hát persze, nagyon jó az ötlet, és egyáltalán, hogy nem nekem jutott eszembe, és hát nagyon nagy kedve, de akkor na, Gigi, hogy jött ez az ötlet, miért jött ez az ötlet, és hogy lehet ebbe bekapcsolódni? Hát ugye, ahogy édesanyává váltam, akkor elém jöttek ezek, már várandósan elém jöttek ezek a mindenféle csoportok, ugye hát elég intelligensen vannak összerakva ezek a szoftverek, aztán figyelte az érdeklődést, ajánlogatta azokat a csoportokat, hogy fiús anyukák, meg ilyen-olyan, amolyan anyukák, vegyes vágott anyukák csoport, és akkor egy csomóba beléptem. És ahogy ugye kialakult, hogy Danika császára jött világra, akkor rengetegen ajánlották ezeket a különböző császáros csoportokat is, és azt vettem észre egy idő után, hogy nem mindegyik van rám építő hatással, sőt volt, ami kifejezetten engem lehúzott, és benne forgatott a kis nem túl egészséges gondolatvilágba, amiből az embernek inkább fölállni és tovább menni érdemes, mint sem benne maradni, de tényleg nem akarom ebbe az irányba elvinni a beszélgetést. De rengeteg olyan csoport is volt, ahol már idősebb gyermekekkel, tehát nem feltétlenül friss kisgyermekes anyukák, hanem nagyobb gyerekekkel rendelkező anyukák is írkálták ott a kis dolgaikat, vagy esetleg tanácsokat kértek, és belefutottam mindig abba, hogy mondjuk van egy ilyen éjszakai rémálomban szenvedő kisgyermeknek az esete, és hogy azzal kapcsolatban mindenféle tanács is. Nekem az esett volna jól, bár ebben a témában nem vagyok tapasztalt, de mint keresztény ember, hogy akkor imádkozni azért a dologért, tehát, hogy ilyen tanácsok jönnének, meg foglalkozni, egyáltalán meghallgatni azt a gyereket, mi történik vele, esetleg piszkálják, verik óvodába, csak nem mondja el. Azért rengeteg ilyen történet is létezhet. Nem minden gyermek attól jól van nevelve, hogy nem mondja el ezeket, mert szégyelli, vagy nem is akar róla beszélni, de mondjuk rémálmok formájában megjelenik, viszont nem ilyeneket olvastam, hanem nem tudom, ördögűzőt, füstölőt hív, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon vad tanácsok voltak, és akkor azon gondolkodtam, hogy olyan jó lenne egy platform, ahol hasonló világnézettel rendelkező, vagy legalábbis a reményünket, a kiútunkat, a megoldásunkat ugyanabból a forrásból merítő emberek, anyukák is leírnák a véleményüket egy-egy adott szituációban, amiben majd anyukaként én is fogok keveredni, és hogy milyen jó lenne létrehozni egy ilyet. Elkezdtem keresni, hogy van-e, mert azért feltételeztem, hogy nem én találom fel a spanyol viaszt. Elkezdtem keresni, hogy van-e, és nem találtam csak zárt, nem felekezetközi, hanem inkább gyülekezethez kötődő, vagy már nem, köszönjük, megtelt tábla kint van, mert már elértük az 50 főt, és akkor nem akarunk nagyobb csoportot, mert akkor már elvész az intimitás, nem lesznek őszinték az emberek. Ezekbe futottam így bele. Mindegy, és akkor innen jött igazából az ötlet, hogy olyan lenne csinálni valamit, ahol nincsen lekorlátozva, hogy melyik felekezet, hogyan közelít, csak ezt a két dolgot tegyük le az asztalra, hogy ez a két dolog legyen meg, hogy Jézus Krisztust valljuk Urunknak és megváltónknak, ez legyen az egyik alap, a másik meg az, hogy akkor igen, legyen meg ez a filter, hogy akkor édesanyák csoportja, ha már ez volt az alaphiány, ami bennem feljött, és akkor igazából így alakult ki ez a csoport, hogy azért zártam úgy, mert különben Facebookon ugye két dolog létezik, valami vagy publikus, és akkor bárki bármit elolvashat, láthat, csatlakozhat, nem tudom mit csinál, ha tartalmat kiszedhet belőle, az akkor tényleg úgy voltam, hogy akkor az tényleg megöli az intimitást, ott tényleg senki nem fog merni semmit megnyilatkozni, vagy bizonyságot, imakérést, őszinte dolgokat, mély dolgokat leírni. Úgyhogy ez volt a másik ötlet, ugye, hogy akkor zárt csoport legyen, de ennek ellenére, hogy zárt, nyitott a csoport, tehát hogy lehet hozzá
csatlakozni, aki szeretne. Felekezet független, ez fontos. Igen, igen. Itt jegyzem meg, hogy ugye mind a négyen adminok vagyunk, sőt van még két másik admin, aki ezt igen. úgy moderáljuk, ezt a csoportműködést, és te, aki még esetleg nem csatlakoztál, bármelyikünkre ráírsz, egyszerű meghívóval behívunk. Vannak viszont feltételeink, még arról nem tudom, bármelyikötök, Tirza vagy Timi, ugye az egyéni profil, hogy miért fontosak ezek. Ugye a kényes témákat már beszélte a Gigi, majd azokról is beszélhetünk, hogy tényleg beindult-e, tényleg jöttek-e kényes témák, ha jöttek, hogy jöttek, és miért fontos az az egy-két fontos ilyen szabály, csoportszabály, hogy miért csak tényleg a nők kerüljenek be ebbe a csoportba. Igen, ami még így a szabályzatban benne van, és kritérium a belépéshez, az, hogy egyéni profilok legyenek, tehát hogy a Facebook profil az csak egy személyi legyen, aki az édesanyja, ne pedig közös házastársi profil. Pont amiatt, mert szeretnénk, hogyha működne az a fajta közvetlenség és intimitás, hogy megosszuk egymással az életünknek ezt a területét minden nehézségével együtt, és igenis vannak olyan nőket érintő anyassággal kapcsolatos témák, amiket nem szívesen beszél meg az ember más, a másik nemmel. Igen, férfiakkal. Pláne nem idegen férfiakkal, tehát hogy egy olyan csoportban nem biztos, hogy elkezdett kiírni, ahol mondjuk az egyik házas párnak az apuka része is, vagy a férj része is, ez csak a hír folyamában a különböző női szülés utáni test, vagy hasonló témákat, posztokkal találkozik, tehát hogy ez emiatt van elsősorban. Nyilván ez a férfiaknak is, szerintem vadidegen nőknek az életéről, ezekről a dolgokról olvasni nem annyira érdekes, és ezért ez egy fontos kritérium, és csak ilyen profilokat engedünk felvételre, akik nem közösek a házastársal, illetve a másik egyébként, ami szerintem fontos kihangsúlyozni, hogy minden olyan anyukát szeretettel várunk, akiben még formálódik az Istennek az Istennel való kapcsolata, aki keres, akiben nincsenek kiforrott 100%-os betonbiztos válaszok, de nyitott és érdeklődik az Isten felé, és az Isten szemszögéből szeretné megvizsgálni, vagy megérteni ezt az egész témakört, az anyaság témakörét. Igen, pont a következő kérdés is erre irányult volna, hogy nem akarjuk ez az izolációt, se a keresztények közegébe, erről beszéltük, hogy nagyon fontos, hogy felekezet közi. És hát igazából azt is mondja az ige, hogy nem ki akar venni minket a világból, hanem megtartani minket, tehát ahogy egy pici parányi kis hittel találkozunk mi is a környezetünkben, és pislákol, azt az anyát már simán behívhatjuk, mert ez egy evangelizációs terület is. Igen. És Timi, a felekezetköziségről esetleg mondasz pár szót, hogy ez miért fontos, és hogy működik-e a csoporton belül? Nyilván én tudom, hogy működik, de hogy látjátok, hogy tapasztalhatjuk ezeket a működéseket? Én nagyon örültem neki, hogy ez egy felekezetközi csoport. Pont azért, mert azért az életben tapasztaltam ellentéteket, és én személy szerint, mikor megtértem, akkor voltak negatív tapasztalataim, és nem értettem, hogy miért. Ugyanazt az Istent szeretjük, nyilván közösségekben vannak változások, de hogy nem ezt kellene nézni, és nagyon-nagyon megörültem, hogy a csoporton belül viszont nem érződik ez az ellentét, és hogy azok a dolgok kerülnek előtérbe, amiben ugyanúgy gondolkodunk, és szerintem abszolút tudjuk támogatni és építeni egymás hitét. Szuper. Minden csoportban, minden ilyen csoportban felelhetőek a megmondó emberek, akik mindent tudnak, mindent megválaszolnak. Itt milyen arányban találkoztunk ilyenekkel? Lehet ezt kezelni egy csoporton belül? Egyébként ugye most ez egy mamis csoport, amiről beszélünk rá, de egy keresztény mamis csoport. Hogyha találkoztál, most ez a reklám helye, de hogyha meg az elhívás helye talán, tehát rengeteg csoport létezik a Facebookon, vagy bármilyen egyéb social felületeken, és szerintem egyébként ha a Bunda Gyárosok Facebook csoportját is terhelőnek találod, és szeretnél egy keresztény... Na, most viccet félretéve, tehát igazából ezt most mi a mamis csoportra szűkítjük le, de szerintem annyi területen lehetséges, hogy így van létjogosultsága, hogy egy keresztény platform jön létre, és ez nem, tényleg hangsúlyozom, hogy nem izoláció, hanem egy evangelizációs terület is, és a mi hitünknek meg az összekapcsolódása és összefogása.
Na de térjünk ez vissza. Ez csak egy felmondatban, hogy annyira nem izoláció, hogy pont amit a Gigi is felhozott, hogy ami miatt feljött benne az igény, hogy más platformokon, ami egyébként nyitott, és nem keresztény alapú, hitrendszerű, ott, hogyha képviseled, minden mást elfogadnak egyébként nekem legalábbis, és szerintem a Giginek is, és mindannyiunknak ez a tapasztalata, hogy bármilyen más alternatív megoldásra nagyon nyitottak az emberek, de mihelyett valaki keresztényként tesz egy ilyen kommentet, akár egy ilyen rémálmai vannak a gyerekemnek típusú dologra, akkor, akkor rögtön bezárt ajtókat talál. Szerintem, tehát, hogy rettentően nem elfogadóak a csoportokban, és emiatt is lehet létjogosultság, hogy végre lehessen egy hely, ahol azok az emberek is leírhassák a véleményüket, vagy a praktikáikat, amik beváltak az életük különböző területein, akik keresztények, és legyen létjogosultsága, mert egyébként sajnos az a tapasztalatunk, hogy, hogy a szimpla csoportokban ez nem igazán tud megvalósulni. És a megmondóberekre visszatérve, ugye hát ez is eléggé jó keresztényi síkon megy, tehát hogy igazából volt-e bármiféle... Igazából szerintem nagyon jól működik a csoport, az nyilván egyértelműen kijön, hogy tehát mindenki más, mindenkinek más a személyisége, van, aki tényleg csak olvasgat, van, aki olvasgat néha lájkol, azért azt látjuk, hogy igen nagy a, most 1300 főről beszélünk jelen pillanatban, azért az elérések elég jók, tehát azért van, ami 1100 főt is elér, tehát hogy annyian megnéznek. Igen, de tegyük hozzá, hogy mikor jött itt a csoport, tehát ez az 1300 fő elég hamar október óta működik, igen. Tehát látszik egyébként, hogy ki az, aki olyan lelkes, ki az, aki olyan bőbeszédűbb személyiség, szerintem az itt is kijön, de hogy így azt látom, hogy tényleg egy-két olyan eset volt, ahol admin beavatkozást kértek, hogy kicsit eldurvult egy beszélgetés, de még szerintünk egyébként még hatan adminok is volt, hogy mi is másként láttuk, hogy amúgy az simán belefér, meg most hol beszéljék meg, hol egyeztessék az emberek a nézeteiket, de hogy azt gondolom, hogy egyébként így összességében meg nagyon jól működik, tehát hogy szeretetben beszélik meg a dolgokat, megrendeződnek le ezek a beszélgetések, és olyan kirívó nagy megmondó embereket én így nem látok, úgyhogy szerintem beszéljünk egy kicsit az online térről, mert azért ez elég ijesztő, meg ugye ez a mai világ nagyon ebbe halad, és most akkor egy újabb ilyen, hogy oda kapcsoljuk magunkat a számítógéphez, telefonokhoz, és hogy ezt hogy lehet mégis jól értékelni. Én megmondom őszintén egy személyes bizonyság, hogy amikor a csoport indult, és azzal a felkeltéssel indítottuk, hogy minden tag, aki mondjuk beér, az majd egy ilyen kis rövid bemutatkozóval köszöntse a többieket. Hát most ugye 1300 főnél tartunk, tehát ez rengeteg ember, és volt, hogy napi szinten olyan bizonságokat olvastunk az élettörténetekről, és tényleg nekem most is libabőrös lettem, felekezettől függetlenül, hogy milyen élettörténetek és sorsok vannak. Olyan bizonságok fellegei vettek, meg vesznek is körbe bennünket, hogy én tényleg én csak ájulok, a számat tátottam, tehát engem nagyon-nagyon épített. Szóval, hogy lehet ezt az online, tehát hogy ez működik, tehát hogy ez egy élő dolog, én is úgy tapasztalom, de hogy ti meséltek erről, vagy ha nem csak online, és akkor itt kanyarodnék rá a következő eseményünkre, az első eseményünkre, hogy azért mégsem maradhat ez csak a számítógép hullám hosszán. Szóval meséltek egy picit erről, hogy ezt az online teret hogy tudjuk jól kezelni, és jól befogadni, és hogy mi lesz még a jövő azért ebből kiindulva. Nyilván ez nehéz, hogy ki mikor, meg mennyi időt szán a social felületekre, vagy hogy mindenkinek más a napi rutinja, ahol be tudja illeszteni azt, hogy a telefonozon, de szerintem azért tegyük a szívünkre a kezünket, mindenkinek megvan az az idő, amit a Facebookon szöttyörög, és pörget, és nem tudom, és két program között ott van az a 10 perc, és ott van az, és hogyha már ott vagyunk ezen a felületen, akkor legalább a felületen belül értékes tartalommal töltsük meg magunkat. És én is egyébként sokat gondolkodtam, hogy fent maradjak Facebookon, vagy nem maradjak fent, és őszintén az utóbbi hónapokban a csoport volt az körülbelül az egyetlen olyan fórum, ami miatt azt mondtam, hogy egyébként valószínű, hogy letörölném magamat Facebookról, de tök jó, hogy itt van ez a csoport, és a csoport nyilván adminként amúgy is nem elég a Messenger, mert akkor nem látok bele, hogy mi történik, hogy mit kell, miben kell részt venni. Ez az egyik, a másik pedig tökre épít, és engem adminként is épít, és nem csak a bizonságok azok hihetetlenek voltak, meg annyira jó, mert kinyitja a világot. Szerintem anyaként nagyon gyakori az, hogy nagyon be tudunk szűkülni a napi mókus kerékbe.
És egyszer csak elolvasod valakinek az élettörténetét, hogy miken megy keresztül, szintén anyaként, és hogy az Isten milyen bizonságokat tesz az életében, és így rájössz, hogy ja, tényleg. Tehát, hogy ez az én életemben is elérhető, mert ugyanazt az Istent imádjuk, mert ugyanannak az Istennek, ugyanazt az Istent fogadtuk be az életünkbe. És hogy ez szerintem nagyon sokat ad, másrészt meg adminként szolgálat, ugye vannak minden nap más tartalmakat osztunk meg, és ez az adminok feladata, és engem nagyon szokott építeni, amikor mondjuk nekem kell megosztani igei gondolatokat, vagy bármi egyebet, posztolni, mert egyszerűen rákényszerít még inkább arra, hogy foglalkozzak az igével, hogy fogalmazzam meg a gondolataimat, hogy egy pillanatra tegyek mindent félre, és csak fókuszáljak arra. Illetve ami még nagy kedvencem sokszor van az egyébként nekem az esti, ugye picik a gyerekeim, és az esti, szerda este van az ima, a közös ima, ahol mindenki ima kéréseket írhat kommentbe, és akkor 8 órakor mindenki a helyén elkezdi, és rengetegszer úgy ér a 8 óra, hogy éppen altatom a legkisebb gyereket, és akkor már félig alszik az ölembe, és a sötétbe görgetem, és a sötétben, miközben altatom, hát imádkozom másokért. És ennek is szerintem egy olyan, hogy ott ülünk, kelten is, ő ott szuszog, olyan meghitt pillanatok ezek, és úgy szeretem ezeket, és annyira épít egyébként minket is. Úgyhogy szerintem van helye az életünkbe, mert a szociális felületeknek alapvetően, ha tetszik, ha nem, van helye az életünkbe, és akkor, ha meg már ott van, akkor meg legyen olyan, ami értékes, és amiből épülhetünk igazán. Igen, aztán mégiscsak egy esemény erejéig ott hagyjuk az online teret, mert hogy elég hamar kiderült, hogy igény volna rá, hogy találkozzunk. Gigi, mesélsz erről? Nemrég kerestem vissza, hogy már tavaly november vagy október vége felé indult, és néztem, hogy már november közepén a tagoktól jött ötlet, hogy milyen jó lenne találkozni is. Olyan vicces volt, hogy én szeretek is, nyílt lapokkal is játszani, de ugyanakkor szeretek meg is tartani dolgokat. Részint azért, hogy nem akarom rákényszeríteni a másokra az én kis ötleteimet. Ugyanakkor időt is akarok adni, hogy most ez az én gondolatom volt, vagy Isten vezetése valami területen. És ezért, amikor az adminokkal szóba került, meg felkértem így a csajokat, hogy csináljuk együtt, ugye nem tudom, ez a 6-os szám is onnan jött, hogy pont 6 adminnel, de mindegy, így indultunk. És hogy bennem már akkor ott volt, hogy ha ebből tényleg lenne valami is, erre tényleg másokban is ott az igény, és ebből lesz egy pezsgő valami, egy közösség formálás, formálódik majd belőle, hogy akkor abból milyen jó lenne majd ebből kilépni a virtuális térből, és találkozni is, és akkor találkozók, anyakörök, konferenciák, nem tudom, így minden nekem így rögtön így vizionálódott szemeim előtt, meg minden, és mondom, én így vizsgálódást is tartottam, hogy egyrészt nem is terítek ki minden lapot, mert olyan furán jött volna, hogy most még most csináljuk a logót, itt vagyunk 6-an, és akkor most miről beszélsz, milyen találkozó, mit szeretnél te? Szóval, hogy ez is bennem volt, de mondom, november volt, amikor a tagok maguk mondták, hogy jó, lenne élőben is találkozni, meg kapcsolódni, meg megismerni egymást, és ilyen pecsétet éreztem akkor. És akkor össze is beszéltünk, hogy melyik egyéb admin társakban volt még ugyanez a vágy azonnal, ahogy elkezdtük, vagy ahogy elkezdődött formálódni ez a csoport. És igen, most jutunk odáig, hogy lesz az első Mamiz találkozó, ami már offline lesz, teljes mértékben Facebookmentes lesz, és élőben találkozunk március 25-én. Igen, és itt jegyzem meg, hogy egyébként ez egy nyitott esemény lesz. Tehát, hogyha kedvet érzel, hogy egy napot nőkkel, anyákkal együtt tölts, és nem feltétel a csoporttagság, akkor bármelyikünknek írsz cseten, vagy bárhol, elérsz bennünket, akkor már is zöld utat kapsz, hogy ott is lehess ezen az alkalommal. Lesz dicsőítés, igei bátorítás, és hát tényleg a találkozás a lényeg, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Most egy kicsit hagyjuk ott a csoportot, és egy picit az anyasságra konkrétan rákanyarodva. Egy-két nagyon banális kérdés, de nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy az anyaságban hogy élitek meg a hiteteket? Azért tudjuk, hogy elég szerteágazó az anyasság, és hogy nagyon-nagyon sokféle dolgot tartalmaz, és hát szerintem hit nélkül kb. Lehetetlen ezt így véghez vinni, meg végig vezetni. Hogy jelenik meg a hit a mindennapjaitokban, mint anyai élet nehézségei közepette? Nekem volt
olyan szempontból gondom ezzel, hogy nem, tehát, hogy a napi mókuskerékben egyszerűen nem találtam azt, hogy mikor lehetnek Isten, és egyszerűen nem tudtam kizökkenni, vagy észrevenni a mindennapokban Isten, pedig ott volt, csak egyszerűen nem állt rá az agyam, vagy a szemem, és kerestem azt, hogy hogyan, mikor lehetne időm szolgálni, és sokszor az volt, hogy lefeküdt már mindenki, és akkor fönnmaradtam még, és akkor én a Facebookon ráirogattam emberekre, imádkoztam előtte, hogy Isten kinek akar szólni, kit keressek föl, kifelé tudnék most szolgálni, és akkor ezekben vezetett is az Úr, viszont mégis volt sokszor, hogy átestem a ló túloldalára, és már napközben is bekúszott ez, hogy ugye akkor rám írtak, akkor közben írtam, de közben a gyerek ugye szólt, és akkor... Tehát, hogy ezt így le kellett zongoráznom magamban, hogy én elsődlegesen most anya vagyok, és hogy ebben kell megtalálnom Istent, ebben a szolgálatban. És olyan kedves történetek vannak előttem, beszéltük is a csoporton belül is, hogy például a Bogyó és Babócán keresztül Isten üzent. Tehát, hogy ilyen, ilyen. Vagy például, hogyha nagyon ilyen rossz hangulatban voltam, akkor a nagyobbik gyerkőc csak ugye semmiből elkezdett énekelni, és olyan dolgokat énekelt, ami nem egy dal volt, amit ismert, hanem így magától költött valamit, és azon keresztül Isten akkor szólt hozzám, és ezek annyira jól estek. És most próbálok ezekre fókuszálni főleg. Nagyon jó. Tirza, hit és anyaság? Egyébként én nekem is voltak ebben fázisok, amikor úgy küzdködtem, vagy amikor nehezebb volt, és pont a napokban szerintem a csoportba olvastam, vagy valaki a csoportba osztott meg egy képet, amire volt írva egyfelett, és ez nagyon-nagyon megtetszett, hogy arról szólt, hogy a Bibliában a férfi karaktereknek mindig el kellett vonulni, fel kellett menni a hegyre ahhoz, hogy találkozzanak Istennel. És a női karakterekhez pedig a hétköznapi feladataik közben odajött Isten. Mert ők nem tették meg azt, hogy most sziasztok, felmegyek a hegyre, feltúrázom, addig tehetesd a gyerekeket, meg csinálj mindent, amit egyébként egy nő már akkor is nyilván egyedül ellátott. És ugye ezt az Isten tudta, és azért hozzájuk oda ment ezek közben, a feladatok közben. És hogy akkor érintette meg, és akkor szólította meg ugyanolyan megkérdőjelezhetetlen erővel, mint amikor a férfiak felmentek a hegyre. És sokszor jutott egyébként ez eszembe, és voltak ilyen pillanataim nekem is, amikor állok, és mosogatok, és nem tudom, egyszer csak így elkezdtem imádkozni mosogatás közben. És azt éreztem, hogy nem csak az edények tisztulnak meg, de az én lelkem is felüdült. És annyira jó érzés volt ez. Vagy amikor a gyerekekkel dicsőítést hallgatunk, vagy amikor a gyerekekkel közösen dicsőítünk. Vagy igen, ezek a pillanatok, amikor az ember maga alatt van, vagy akár elront valamit szülőként, mert azért ez is nyilván előfordul. Nem jól reagálsz, és pont a napokban volt egyébként, hogy azt éreztem, hogy így elszakadt a cérna, így elvesztettem a türelmemet, és utána bocsánatot kellett kérnem a legnagyobb lányomtól, és mondtam neki, ne haragudj, anya, most anya most elvesztette a türelmét. És akkor azt mondta nekem a lányom, hogy semmi gond, anya, de tőlem nem kell bocsánatot kérned. És így megkérdeztem, hogy de hát miért mondod, hogy nem kell bocsánatot kérned? Mert az én megbocsátásom mindig a tiéd. És akkor annyira azt éreztem ebben a pillanatban is, hogy rajta keresztül az Isten megölel, és elfogad akkor is, amikor nem sikerül mindent jól csinálni. És ezek azok a pillanatok, amikben úgy meg lehet találni, és igen, lehet, hogy nem úgy működik az igeolvasásom, mint mondjuk előtte, vagy a tinédzser éveimben, de azért, mert valami nem ugyanúgy működik, az nem jelenti azt, hogy rosszul működik. És nekem ezt például meg kellett tanulnom, vagy a saját szolgálataimban. Én előtte leginkább missziókban szolgáltunk Dáviddal, a Christine's nevezetű pünkösdi tinédzser misszióban, ahol nyilván jelenlét alapú szolgálatunk volt, tehát, hogy ott voltunk a programokon, ott voltunk az eseményeken, a tinik között voltunk, amit most már nem tudok megtenni.
illetve a dicsőítésben szolgáltam, ami szintén egy nehezített pálya, ezt nyilván te tudod, hogy ez milyen. És mióta gyerekeim vannak, azóta egyetlen egyszer voltam például színpadon dicsőítésben. És sokáig gondolkodtam, hogy akkor most ez mi, meg hogy örüljek a saját kis napi anyai feladataimnak, mert hogy ezzel is tudom dicsőíteni az Istent. De idő kellett, mire tényleg felfogtam, hogy valóban ezekkel tudom dicsőíteni az Istent. Mert azzal, ahogy a gyerekeimet gondozom, azzal a családunknak a hangulatát, a családunknak a légkörét teremtem meg, amiben benne vannak a gyerekeim, és benne van a férjem is. És a férjem pedig az ifjúságiban szolgál, az ifi csapat vezetője, és ez egy, ugye a nagy ilyen szolgálatok között is, ugye a nagy elismert szolgálatok közé tartozik, hogyha valaki ifi pásztor, vagy ilyen pásztor, vagy dicsvez, vagy tehát hogy ezek között a címkés szolgálatok között szerepel, és ő is akkor tudja jól végezni az ő feladatát, hogyha az a légkör, amiből táplálkozik, az egy tiszta, szeretetteljes, békességgel teli légkör, ami az én felelősségem. Ő akkor tud elmenni ifit tartani, ha én közben otthon a gyerekeket lerakom, és intézem, és csinálom. És ezzel én ugyanúgy tudom szolgálni az Istent, még akkor is, hogyha nem jelenlét alapú a szolgálatom, hogy valahol ott vagyok helyben, és odébb teszek egy darab papírlapot. És ez idő volt, mire ezt úgy igazán megértettem, de nekem ez egy nagy, nagy fordulópont volt, amikor ez sikerült magamévá tennem ezt a gondolatot. Szuper, Gigi. Vissza lehet kérdezni? Ja, persze. Hát, mint aktív szolgáló is, mint közben három gyermekes édesanya. Igen, ez egyébként... Hogy állt össze? Ugye én azt kérdeztem, hogy a hitetteket hogy írtek meg, és rákanyarodhatok nagyon szépen egyébként a szolgálatra. Igen. Tehát nem csak a töltekezés, hanem már az adást hoztátok be itt. Hát nem egyszerű a képlet így, hogyha már így visszakérdezel... Szerintem nekem is voltak arányeltolódások bőven, ahogy a Timi is mondta, talán még vannak is. Ugyanakkor meg, ha most nagyon-nagyon őszinte leszek, akkor valahogy mind a két pólust érzem magam felé képviseltetve. Tehát egyrészt van egyfajta elvárás is, most kimondtam, tehát hogy egyesek megkérdezhetetlenül, hát igen, csináld, mert erre vagy elhívva, és persze, és nagyon-nagyon szívesen csinálom. Mások meg ugyanabban az időben azt mondják, hogy vegyél már vissza, tehát egy ilyen két tűz között, és nyilván nekem időbe telt, és még tényleg most is tanulom, hogy tudjak nemet mondani. Nyilván az Úr elé is vihetem, de ha nagyon józan és bölcsen végig gondolom, akkor ezt saját magam döntésével is el tudom dönteni, hogy van, ami nem fér be. Egyébként pont a minap mondok vissza valószínűleg a család nyara miatt egy nyári éneklés, tehát hogy ez most már így bennem is elvégződött, és soha nem azért szolgáltam, hogy Istennek megfeleljek, vagy ettől neki kedvesebb legyek, mert tudom, hogy Isten végtelen szeretete ettől független, tehát hogy csak azért, mert vagyok, egyszerűen alanyi jogon jár a szeretete, mert ezt megtapasztaltam tőle, tehát soha nem kényszerből szolgáltam, hanem egyszerűen benne van az emberbe, bele van kódolva, hogy annyira szeretné tenni, és főleg, hogyha még elhívása is van bizonyos területeken, akkor tényleg nehéz nemet mondani. De ugyanakkor, ha hazamész, és azt látod, hogy csorbul ez a bizonyos béke, vagy a balansz egy kicsit megborul, akkor meg az egy nagyon intő jel, egy nagyon fontos felkiáltó jel. És hát tényleg tanulni kell, ahogy te is mondtad, Tirza, meg kell tanulni. De ugyanakkor tanulságos, talán még néha fájdalmas is, de sokkal több gyümölcse jár igazából, hogyha ezt meghozzuk. Ez a válasz a kérdésedre. Viszont rögtön felteszek egy másik kérdést, ha már a szolgálatokról beszélünk, hogy esetleg az anyassággal egyidejűleg jött-e esetleg új szolgálat. Tehát ugye van, amit félre kell tennünk, valamiből ki kell egy picit lépni. Volt olyan, hogy az anyassággal, hát ugye nem kell most itt messzire menni, a csoport létrejötte, tehát itt már van is egy válaszunk rögtön tőlem balra, de van-e ilyen, amit az anyassággal kaptatok, mint szolgálat? De kezdhetett-e ezzel, vagy bármi mással? Én sokat gondolkodtam azon, mert azért mentem keresztül, mióta összeházasodtunk Bálinta a nehézségeken. Hát most nem is feltétlenül akarok példálozni vele, de hogy voltak veszteségeink, meg ugyanakkor voltak győztes csatáink is, ugye van egy csodálatos, okos, egészséges, cserfes
folyékonyan beszélő 2 éves kisfiunk, szóval ami hatalmas áldás és kegyelem. És na mindegy, nem is győzünk hálát adni érte, hogy na, de egy csoda tényleg. De ugyanakkor azokon, amiken meg keresztül mentünk, egyrészt tűzben próbált kapcsolatunk van, én úgy gondolom eléggé, bele lett így mártogatva a tűzbe. Ugyanakkor meg azért én kerestem ezt, hogy miért történik meg ez velem, nem fért bele, hogy ha Isten végtelen szeretetében vagyok, és kegyelmében is, és minden, akkor ezek velem miért történhetnek meg? Meg több is, mondjuk, ilyen nagyon rossz dolgokból, de ugyanakkor meg látom, hogy képes vagyok megszólalni, vagy együtt érezni, vagy bátorítani olyan nőket, akik szintén ezen mennek keresztül. Igen. És Istennek a kegyelme itt van, és velünk van, de nem az meg kellett tanuljam, hogy az nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor én így itt van a világ, én meg 3 méterrel fölötte járok, és csak nézem a többieket majd, akik szenvednek, vagy nyomorognak, hanem igen, bizonyos rossz dolgok velünk is megtörténnek, és ez nem összeegyeztethetetlen Isten szeretetével, és ezt is nekem meg kellett belülről tapasztalnom. Uh-huh. Nekem az nem volt elég, hogy mások mesélték ugyanezt, tehát ez ilyen. Igen. És szerintem ez is egyfajta szolgálat, amikor személyesen kapcsolódni tudok ilyen hölgyekkel, vagy bátorítani tudok ilyen nőket, anyákat. Ezt érzem egyrészt, másrészt megmondom most ilyen pillanatban ez a csoport. Szerintem ezért egy szolgálat is, mert abszolút. Lehet mondani, hogy szórakozás is, ha az ember Facebookot, de azért szerintem felelősség meg feladat is jár vele. Abszolút. És ezt próbálom a megfelelő komolysággal kezelni, Isten vezetését keresve. Úgyhogy igen, van végül is új szolgálat az anyasággal is. Mi neked? Nekem is hasonló. Uh-huh. Tehát, hogy így a megtapasztalások következtében nekem is nagyon sok olyan helyzet elé állított Isten, hogy tudtam szolgálni mások felé azzal, amit én átéltem. És hát ugye az anyasággal pedig az anyák felé leginkább, ahol járunk óvodába, vagy akár a játszótéren, tehát hogy sok olyan dologba kerültem bele, ami igazából nem is kerestem, és olyan érdekes volt, hogy mennyi lehetőség van arra, hogy fejlődjünk tényleg, hogyha Istenre figyelünk. Ott egyébként a játszótéren nyitottságot tapasztalsz, vagy tapasztaltok? Vegyes? Vidéken szerintem igen. Uh-huh. Még. Bár azért ott sem annyira, és azért ott is vannak zárkozott emberek, de ott még azért megvan nyitottság szerintem. Uh-huh. Tíru neked plusz szolgálat esetleg az anyasághoz kapcsolódóan? Én egyről tudok. Igen, és van 2 is, és egyébként nagyon össze is kötődnek. Az egyik, kezdem az első, és aztán utána, amit te is tudsz, mert kicsit abból jött, hogy nyilván ugye lett gyerekem, és nő a gyerek, elkezd intézménybe járni, tehát óvodás gyerekem is van most már, jelenleg 2 is, és mikor az első óvodába került, akkor megkértek, hogy a szülői munkaközösségnek legyek a tagja, mert hogy még egy jó pár évig itt leszek valószínűleg az óvodában, hogyha az összes gyerekem ide fog járni. És kellenek az oszlopos tagok, akik ugye elintézi ezt nekem, a gyerekek keresztény óvodába járnak, egy kétcsoportos baptista gyülekezetnek az aljában van egy kétcsoportos óvoda, és nyilván ezért a szülők is mindenki vagy keresztény, vagy nyitott, nem is, egyébként nem feltétlenül mindenki baptista, hanem ez is egy felekezet közé vannak reformátusok, vagy katolikus háttérből érkező gyerekek is, és akkor ott a szülőkkel való kommunikáció, meg minden egyéb ilyen szülői munkaközösséges dolog, és ott indult, hogy ott volt egy ilyen szolgálat, amikor most a 3. gyermekemet szültem, hogy főztek az anyukák nekünk a szülői közösségből, amikor megszületett a kislányom, a gyermekágyi időszakban 2 héten keresztül vállaltak az ottani anyukák komatálazást, ami azt jelenti, ugye, hogy hoznak nekünk főtételt, hogy ne nekem kelljen ebben az időszakban. Nem biztos, hogy mindenkinek, ugye itt vannak a rokonok, nagyszülők, segítség, mi egymás, és annyira jól esett, és annyira jól is jött ez a segítség nekünk is, hogy azt mondtam, hogy hát ez egy ilyen miért nincsen a gyülekezeti közösségekben, vagy legalábbis nem tapasztaltam, hogy van, legalábbis a mi gyülekezetünkben, a BPA-ban, máshol hallottam róla,
És azt mondtam, hogy na ez egy olyan valami, amit szerintem tök fontos lenne a közösség építésére is használni, és ha már az van, hogy tényleg egyek vagyunk Krisztusban, akkor ne csak akkor tudjunk egyek lenni, amikor együtt kell, nem tudom, bármi szuper szórakoztató programon részt venni, vagy egy nyári tábort együtt eltölteni, meg dicsőíteni, meg épülni, hanem amikor a másiknak szüksége is van, és akkor is legyünk egyek, és akkor is támogassuk egymást, és ez nyilván a gyülekezet is így is gyarapodik, ahogy születnek a gyerekek, és nőnek fel az újabb és újabb generációk, úgyhogy ezt a szolgálatot elkezdtem én is a BPA-ban, és akkor amikor egy anyuka megszül, vagy már előtte ott a hetekben jelzem neki, hogy van egy ilyen lehetőség, és ha szeretne vele élni, akkor utána én ezt úgy megszervezem neki a gyülekezeten belül, és akkor visszük a főtételt. Így van. Akkor ezt most itt hangsúlyozzuk is, hogyha a BPA-s vagy, így van. És ilyen helyzetben kerülsz, akkor számíthatsz a Tirzára, és elég csak ráírnod, és ő megszervezi neked az első hetet, hogy tényleg nyugodtan főtétellel tudjátok eltölteni azt. Nagyon jó, ez tényleg nagyon kis szolgálat. Igen, pont ma találkoztam egy anyukával, aki a Gyuliből, akinek főztünk, és még már 8 hónapos a kisfia, de még mindig ott volt a szívén, hogy elmondja, hogy megköszönje még egyszer szóba, mert hogy mennyire jó volt, és hogy mennyire sokat segített, úgyhogy tényleg szuper. Használjátok ki ezt a lehetőséget. Szuper. Hú, most néztem az időt, nagyon-nagyon kevés időnk van, még talán egy kérdésre jut időnk, és közben itt mondom is a nézőknek, hogy föl lehet tenni a kérdéseket, akár az anyasággal kapcsolatban, akár a csoporttal kapcsolatban is megpróbálunk rá válaszolni, de akkor még egy utolsó záró kérdés, nem kell feltétlenül, hát majd látjátok, hogy kell válaszolni rá, hogy az identitásotok, bármilyen fajta identitás, tehát a Jézus Krisztusban nyilván, vagy tehát a hitélettel kapcsolatos identitás, vagy mint emberi identitás, hogyha levesszük azt a keresztény vonalat belőle, változott-e az anyasággal kapcsolatban? Már nyomokban mondtatok ilyesmiket, de még ha van esetleg ilyen identitásbeli változás, arra nagyon kíváncsi lennék. Legfőképpen egyébként az isteni vonal, persze. A gyerekek előtt nekem a Biblia volt egy olyan tükör, amiben úgy meg tudtam látni önmagamat. Most viszont a gyerekek. Ez mondjuk tényleg igaz. Nagyon őszintén gendőzött. Hát igen. És akkor... Ugye, ami engem zavar, mondom nekik, ezt nem így kell, de közben anya, te is ezt csinálod. Igen, tényleg, ezt anyának sem így kell, és igen. Erre szokott az a rossz válasz érkezni, amit szabad Jupiter. Igen. De hát ezt, mint tudjuk, ez nem jó válasz. Igen, próbálunk ettől ellépni legalább. Így van, igen. Meg ugye mondtam azt korábban, hogy az önbizalmammal komoly gond volt előtte, és ebben is. Tehát a gyerekek annyira, amikor te nem látod magad olyan szépnek, meg hát nyilván otthon vagy most összemem fogva a hajad, melegítő gatya, és akkor oda jön a gyerek, és azt mondja, hogy anya, te királylány vagy. És így, én. És így lát, és tényleg, és tehát, hogy nem hazudik, mert látod rajta, tényleg így lát, csillogó szemmel azt mondja, hogy te királynő vagy. Mm. És ez azt hiszem mindennél többet ér. Igen. Igen, Gigi. Identitás. Hát ugye még nagyon kicsi a gyermekem, úgyhogy még a tükör funkcióját csak most vélem felfedezgetni benne, mint mondjuk a nyuszit hordozza körbe a lakásba, és a kicsim, mi a baj? Ne sírj! Szóval igen, még ez egyelőre várat magára, ez, hogy a tükörként funkcionálna a kis krapekunk, de igen, hát sok mindent újra kell az embernek értékelnie szerintem. Én hát nem is tudom, igazából egyrészt hálás vagyok, hogy ezt a csodát átélhetem, hogy édesanyja vagyok, másrészt pedig egy ilyen felelősség is van, hogy ez nem egy projekt, ez nem egy próbaidő, hogy kipróbálom, aztán nem megy, akkor majd lesz valami, nem. Hanem ez egy életre szóló, az életem végéig tartó feladat és felelősség, és ez tényleg egy olyan valami, tehát ha van valami, aminek van értelme az életben, akkor az az, hogy gyermeket vállaljon az ember, és a legjobb tudása, a legjobb, tényleg legjobb szándék, legjobb akarata szerint csöpögtesse bele azokat a, nem is tudom, értékmorzsákat a gyermekébe, amiket tud.
És hát ehhez Istentől kell kapjunk leginkább a bölcsességet. Én nem is tudom, én nem tudom, hogyha nem lenne hitem, meg nem tudnék Istenbe kapaszkodni, én szerintem nem tudom, én borzasztóan meg lennék rémülve, vagy nem tudom, össze lennék zuhanva a felelősség alatt. Igen. De így azért nagyon jó, hogy nekünk is van egy mennyei apukánk, akivel le lehet beszélni a dolgokat, meg aki tud nekünk bölcsességet adni, és nem látszólag egyedül, földön egyedüli felelősökként vagyunk szülők, de ugyanakkor meg mégsem, mert kölcsön kapjuk a gyerekeket, igazából Istenhez tartoznak ők is, mint ahogy mi. Csak példát kell mutatnunk. Úgyhogy igazából ezt én így nagyon tanulom, meg próbálok közben Istenbe kapaszkodni, de közben meg érzem a súlyát, hogy ez azért felelősség egy életen át. Most már. Igen. Tíru, egy gyors identitás válasz. Hát én nagyon kerestem magamat, hogy ki vagyok én, mi az elhívásom, mihez van igazán tehetségem, mi az, amiben az Isten látni akar, és aztán édesanyja lettem, és így azt mondtam, hogy megérkeztem. Ez az. És mindennek a nehézségével, a küzdelmével, a szépségével, mindennel együtt. És ebben találtam meg azt, hogy igen, ez az én utam. Hogy felelősséget vállalok egy életre azért, hogy egy másik embert világra hozzak, és utána felneveljem, és utána azt tudjam mondani, hogy elengedem a kezét, és utána éljen ő, ugyanúgy reméljük az Istennek a dicsőségére. Ez fantasztikus, szerintem ennél jobb zárszó nem is kell, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, nagyon köszönjük a nézőknek a figyelmet, ne feledjék, hogy március 25-e, első Mami Zinkrász találkozó, és ha nem vagy csoporttag, akkor is szeretettel várunk, vedd fel velünk a kapcsolatot, írj nekünk, és ott a helyed. Úgyhogy nagyon köszönjük a figyelmet, és legközelebb is számítunk a jelenlétre. Szép estét! Igen.